Sziasztok, ez itt új feltalkozkátokban, és azúttal, és nem vegyétek meg a bejöttek mára, ma két háborús klasszikus film a bemutatott DVD-k során gyarapítja a Kelly Hősei című és a Halál 50 órája bővített változata. E két klasszikus háborús film sokak számára fontos emlék volt, viszont azért nem hiányzott belőle az amerikai patricionizmus sem. No, de nézzük a az első lévő Kelly Hősei című, amelyben Kelly és különös kommandó kalandjai várnak ránk, 138 hercben. Szerencsére az angol hang 5.1-es, most a magyar hang az 2.0-as, de az is valami. Sajnálom, hogy ezen a DVD-ben nincsen extra. Ezt gyakorlatilag csak előzetesek vannak, és ez nekem nagyon kell. De viszont egy szép kialakítású külső látokkal rendelkezik, okkal valóval. No, nézzük bent, hogy néz ki. És ami meglepő, hogy ezek ugye felújított digitális transfert kaptak, tehát sokkal jobb a képi világuk, és a képi minőségük, mint ugye régen, vagy amit akár a Nova TV-ben láthattatok. Viszont a szinkronon lehetne javítani, úgymond. Olyan szempontból, hogy ilyen hang sokkal jobb lenne, ha nem kettő monóba menne, hanem igazán sztereóba, ugye, és itt két M van, láthatjátok, és ez azt hiszem azt jelenti, hogy monó, ami nem a legjobb. Akkor már szor van, és ott pont egy, és itt pont egy van. De nézzük a másik versenyzőt, másik DVD-t, vagy nem más, mint a Halál 50 órája, csak látjátok, mert megint sötét van. Ez már jobban tetszett, egyrészt ilyen hűvődített házakat láthatunk, másrészt pedig a kialakítás ugyan szintén hasonló, mint az előző DVD-nél. Tok szempontjából mégis szerintem sokkal jobb, valahogy jobban néznek a társasokban ezek a képek, mint a Kelly Hősein, ahol mindent egybe raktak, minden szereplőt szinte. Ez a film nem rövid, 163 perc, és ami újabb új ír, hogy újra kevert eredeti hang 5.1-ben hallható, és sajnos azt kell mondjam, a magyar hang megint nem a legjobb, 1.0-as. Ezt nem értem, hogy miért cseszték el így a magyar szinkront, ugyanis maga a szinkron azt nem rossz tettek a filmeknek, mármint hogy a hangok, és akiket választottak a különböző színészek alá. Viszont sajnos a hangzás minőség egy atra, tehát érzedik, hogy végig ezt nem mondották meg. És nagyon tetszik, hogy ezen kívül, hogy folytották digitálisan, szintén itt is a hangokat és a képet. Két korabeli verkfilm is látható a Halál 50 órájának forgatásáról, illetve kell a történelem címmel, és eredeti előzetesen találhatók az extrákban. Belőről pedig ez az egyszerű kép fogad minket. Ezek a kiadások is nagyon olcsó áron voltak, 7-800 forinttal megvásárolhatók, ajánlom minden nagy háborús klasszikus filmrajongónak, hogy beszerezzétek. Majd később folytatjuk még két további háborús klasszikus bemutatásával. Köszönöm tőletek, sziasztok!